A Mi Hazánk mozgalom sajnálattal vette tudomásul, hogy lefújták azt a demonstrációt, amelyet a magyar dolgozók és a magyar vendéglátósok érdekében civilek szerveztek, és ahol magánszemélyként mi is szerettünk volna megjelenni. Azt látjuk, hogy félnek a hatalomtól, félnek attól a civilek, hogy meghurcolják őket, hogyha kiállnak a magyar dolgozók, a magyar kis és közepes vállalkozások mellett. Ezért a Mi Hazánk mozgalom kész arra, hogyha szükséges lesz, akkor akár felvállalja a demonstrációt is, hiszen minket nem lehet megfélemlíteni, sem rendőrségi fenyegetéssel, sem politikai fenyegetéssel. Éppen ezért azt gondoljuk, hogy türelmesen várjuk, hogy a kormány megtegye azokat az intézkedéseket, amelyekkel meg tudjuk menteni a magyar vállalkozásokat, meg tudjuk menteni a vendéglátó iparban dolgozókat, és meg tudjuk azt akadályozni, hogy külföldre menjenek ők is több százezer magyar honfitársunk után, azért, mert most elveszítik a korlátozások miatt a munkájukat. Természetesen észszerű feloldásokat szeretnénk, és azokkal a járványügyi korlátozásokkal együtt szeretnénk, hogyha megnyitnák a vendéglátóipari egységeket, amely biztosítja azt, hogy ne terjedjen a vírus nagyon gyorsan, tehát ez azt jelenti, hogy mint ahogy számos országban a világon van erre lehetőség, hogy például az asztalok 2 méter távolságra legyenek egymástól. Nyilvánvalóan egy vendéglőben, egy kis vendéglőben jobban el lehet az embereket különíteni egymástól, mint egy bevásárló központban, ahol egyébként az emberek most nem csak bevásárolnak, hanem élik az életüket, hiszen a szórakozó helyek is zárva tartanak. Magam is tapasztaltam számos bevásárló központban, sokkal nagyobb a tumultus, sokkal nagyobb a tömeg, és a fiatalok is egyébként ugye télen hideg van, nem az utcán, hanem ott tartózkodnak, tehát sokkal nagyobb veszély. Forrás jelenleg a multik kezében lévő bevásárló központok nyitvatartása, mint egy-egy magyar kis vendéglő mondjuk vidéken, ahol akár 2 méteres távolságra lehet tenni az asztalokat. Tehát azt szeretnénk elérni, hogy a magyar kormány felismeri azt a veszélyt, amely a víruson túlmutat, hiszen hogyha a magyar gazdaságot most tönkretesszük, magyar dolgozók százezreit újra külföldre kényszerítjük, akkor annak sokkal komolyabb és hosszú távú következménye lesznek a magyarságra és Magyarországra nézve, mint magának a koronavírusnak. És ez olyan államadósághoz fog vezetni, amelyből Magyarország az adós rabszolgaságból már nem fog tudni soha felszabadulni és soha kimenekülni. A demonstráció alatt azt értjük, hogyha kell, akkor, ahogy az előbb elmondtam, átvesszük a civilektől a kezdeményezést, átvesszük tömegdemonstráció szervezését is, de egyelőre türelmesen várunk. A demonstrációkat pedig egyelőre úgy indítjuk el, és úgy kezdjük meg, hogy várjuk azoknak a vendéglátósoknak a megkeresését, akik február 1-je után hajlandóak kinyitni, hogyha a korlátozás fenntartják, akkor is vállalják a kockázatot, és mi, a Mi Hazánk mozgalom politikusai 10 fős csoportokban beülünk ezekre a helyekre. A demonstráció első lépése az ilyen performanszok lesznek. Tehát kérjük, hogy keressenek meg minket azok a vendéglátósok Magyarország bármely pontján, akik vállalják a nyitást, és számíthatnak ránk. Mi ott leszünk, megvédjük őket, és vállaljuk a kockázatokat velük együtt, mert szolidárisak vagyunk a magyar vállalkozókkal, szolidárisak vagyunk a magyar dolgozókkal.